Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Juha Ildikó az ATV főmunkatársa, tulajdonképpen Magyarország legjobban értesült újságírója. Kezicsoklom, szép jó reggelt kívánok! Köszönöm, Péter, de ne essünk túlzásokba! Üdvözlöm a kedves nézőket, Breuer Péter vagyok, ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. 5784 Sziván havának utolsó napján vagyunk, 29-én, míg a polgári időszámítás szerint 2024. június 5-e és péntek. 110 évvel ezelőtt született Fischer Anni zongora művésznő, a nap folyamán rá is fogunk emlékezni. És akkor már is kezdjünk bele a beszélgetésbe, érdekes dolgok történnek ezekben a percekben is. Ha minden igaz, a Kunigunda utcai MTV, illetve a Magyar Rádió központjában perceken belül a mikrofon előtt Orbán Viktor miniszterelnök lesz, de az is lehet, hogy már a repülőtérről vagy korábban fölvet. És hogy hova megy a repülőtér, nem cáfolta senki, hogy elképzelhetően az orosz fővárosba, de részleteket most megbeszéljük Juha Ildikóval. Kezi csokolom, szép jó reggelt megint. Jó reggelt, nem túlzás, mert kollégáink nagy része még alszik, amikor mi már tudjuk, hogy valami készül. Meglepetés volt a világnak, illetve az Európai Unió tagállamainak, az újságok címlapon hozták, hogy Orbán Viktor első útja, mind a soros elnökségnek a vezetője, egyből Ukrajnába ment. Utána már sorba állnak a vendégek, akik egyeztetni szeretnének vele. Most a kérdés csak az, hogy mielőtt a NATO csúcsra érkezik az Amerikai Egyesült Államokba, előtte ellátogat-e Moszkvába? Ezt nem tudjuk, és már ha a jól értesültségről beszélünk, ez Panyi Szabolcsnak a híre volt, és a Vészkeren írta meg. Azóta valóban senki nem cáfolta, én is próbáltam megtudni, tettem egy kísérletet, írtam a miniszterelnök úr sajtófőnökének, nem kaptam választ, és azért a gyakorlat az, ha az eddigi mintázatot próbáljuk megfejteni, hogy ha álhírről, kacsáról van szó, azt azért a miniszterelnök sajtófőnöke azonnal jelzi. Most erre nem reagáltak, sőt már az uniós vezetők, például Charles Michel is tegnap este az X-en azt posztolta, hogy Orbán Viktor nem az EU nevében tárgyal, amennyiben ma Moszkvába utazik, és Putyin elnökkel megbeszélést folytat. Ezt igyekeztek leszögezni. Muszáj, hogy megszakítsam, legyen kedves, ezt megmagyarázza nekem. Ha a soros elnök elmegy valahova, akkor kinek a nevébe tárgyal, ha nem az EU nevében? Nyilván a két pozíció, hogy miniszterelnök, és Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnökségét, az ebben az időszakban nem választható szét egymástól. Az viszont egy másik kérdés, hogy Orbán Viktor az unió nevében tárgyalhat-e, hiszen az uniónak van egy úgynevezett külügyminisztere, a külügyi főtárgyaló, ugye ez még jelenleg Josep Borrellnek hívják. Tehát az Európai Tanácsnak kell nyilván fölhatalmaznia arra, hogy tárgyaljon, vagy milyen álláspontot képviseljen. Brüsszelben egyébként Orbán Viktor kijevi útját sem kommentálták érdekes módon. Itt viszont most ez a kissé méltatlankodó poszt megjelent Charles Micheltől, és ugye azt írta, hogy Ukrajna nevében Ukrajna tárgyalhat, és hogy majd erre valamikor sor kerül, nem kerül sor, azt nem tudjuk. Minden esetre ugye már azért is bírálták nagyon keményen a magyar kormányt, mert azzal párhuzamosan, hogy a miniszterelnök Zelenszkijjel tárgyalt kedden Kijevben, Szijjártó Péter külügyminiszter fölhívta Lavrovot, az orosz külügyminisztert. És elemzők többen ezt úgy magyarázták, hogy egyfajta mentegetőzés lehetett ez. Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi hangzott el, de ez a párhuzamosság azt jelezte, hogy a magyar kormány álláspontja vagy pozíciója nem változott. Érdekes, én valami egész másképp értékelem a helyzetet, mert szerintem Orbán Viktor azért ment Kijevbe, hogy megpróbáljon mindenek előtt egy tűzszünetet létrehozni, mert tárgyalásokra
úgy lehet tárgyalásokat folytatni, hogy legalább egy tűzszünet van, és egy tűzszünethez két partner kell. És minek utána a háborúban álló partnerek nem éppen beszélgetnek egymással. Ő megpróbálja a lehetetlen, de ha valaki odafigyelt a fennnevezett elemzők között, hogy ott miről volt szó, meg ha bele tud gondolni és elképzelni, hogy még miről lehetett szó, ami nem jelent meg, az én forrásaim, sőt, ez még hozzátehetjük azt is, hogy még meglepetésekkel fog szolgálni Orbán Viktor, hisz a külügyminiszter úr tegnap az iráni új külügyminiszterrel is telefonon beszélgetett, és egy nagyon fontos mondat, ami elhangzott kettőjük beszélgetés, hogy akkor is van miről beszélnünk, ha nagyon sok mindenben nem értünk egyet. És minek utána egy újabb eszkaláció előtt állhatunk a Közel-Keleten, ami igenis érint minket is, és az Unió nagyon sok tagállamát, éppen ezért én azt hiszem, hogy ezen mind a két téren, hisz előtte Orbán Viktor már nagyon sok interjút adott, és a háborúk elkerülése volt, ez nem csak a reklám, hogy az európai parlamenti választásokra több ember tudjanak küldeni, hanem tényleg, aki ismeri és ön ismeri őt, ő egy békeszerető ember, akkor is, hogyha ezt mások nem így látják. József Péter, kevés az időnk, tehát visszatérve arra, hogy a mediátori szerepe van-e Orbán Viktor miniszterelnöknek, akkor most nem az EU nevében fog tárgyalni, amennyiben Moszkvába utazik Szijjártó Jártó Péterrel a mai napon, de azt kijelenthetjük, különösen miután adott egy interjút egy svájci lapnak, és ennek a főszerkesztője írt egy cikket erről, hogy miről beszéltek Orbán Viktorral, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy mint az unió soros elnöke, számára prioritás Ukrajna, hogy ennek a háborúnak ugye minél előbb tűzszünettel, béketárgyalással vége legyen, és azt írja ennek a svájci lapnak a főszerkesztője, Orbán Viktort idézve, hogy Orbán Viktor azt jelezte Zelenszkijnek, hogy mivel nagy esély van arra, hogy újra Trumpnak fogják hívni az Egyesült Államok elnökét, és Trump még akár a hivatalba, januári hivatalba lépése előtt Putyinnal már szeretne tárgyalásokba bonyolódni a béke folyamat érdekébe, arra figyelmeztette állítólag, e szerint a főszerkesztő szerint Orbán Viktor Zelenszkijt, hogy Ukrajna kimaradhat ezekből a tárgyalásokból, meg a rendezésből. És ugye azt ne felejtsük el, hogy a jövő héten, július 11-től Washingtonban NATO csúcs találkozó lesz, és a politikónak már nyilatkozott a ukrán szövetségi nagykövetasszony, hogy ők azt szeretnék, ha teljesen egyértelműen elindítanák az útján azt a folyamatot, aminek a végén Ukrajna NATO tag lehet. Ugye, na, pont ez az a pont, ami igazából vörös posztó Putyin elnök szemében. Tehát most egy nagyon speciális helyzet van, az, hogy Orbán Viktor amennyiben elutazik Moszkvába és tárgyalni fog Putyinnal, nyilván rengeteg támadás fogja érni emiatt. Korábban is ilyen kettős politikával vádolták. Az azért jelzés értékű, hogy az Orbán látogatás után Zelenszkij adott egy interjút a Bloomberg TV-nek, és ebben azt mondta, hogy ő nagyon szeretné, pontosabban, hogy Moszkvának a következő békecsúcson már részt kell vennie. Ugye ennek azért van jelzés értéke, mert a júniusi svájci békecsúcsra, amit szintén Zelenszkij kezdeményeztek, Moszkva nem kapott meghívást. Tehát nagyon érdekesek ezek a fejlemények, amennyiben most lesz miniszterelnök interjú, abból nyilván egyértelműen kiderül, hogy elutazik-e Orbán Viktor Moszkvába. Kedves nézőim, a miniszterelnöki interjú, ha lesz, akkor pontosan egy perc múlva kezdődik, úgyhogy Csuha Ildikót, az ATV főmunkatársát engedjük dolgozni, és utána az információiból mi is sokat fogunk megtudni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mielőbb visszavárjuk. Köszönöm. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Következő vendégünk Szatmári Péter, a Milton Friedman Egyetem általános rektor helyettese. Tartsanak velünk!